van ütnek ütapán is láncot, holtig kacagunk a nyüskő világot. Együtt kacagnánk végső búcsút intve, meghalnánk együtt egymást istenítve. Meghallánk, mondván, bűn és szent az élet. Ketten voltunk csak tiszták, ketten voltunk csak tiszták, hófehérek. Ketten voltunk csak tiszták, hófehérek. A mai nap, ugye kultúra napja alkalmából vagyunk itt, és örömmel tettünk eleget ennek a kiállítási megnyitásnak, meg meghívónak, hogy ezt a saját tulajdonunkat képező anyagot, amely több éven keresztül a Nemzeti Múzeum, a Hadtörténeti Múzeum és Intézet, Böcsely Múzeum és történészi munkáknak a felhasználásával készítettük, amelyet örömmel mondunk azt, hogy rendkívül népszerű, a szomszéd Lendvárosból természetesen, Szombathelytől, Pápától, Keszthelytől, Nagykanizsáig, természetesen Zalaegerszegen is, és mindig nagyon nagy büszkeséggel gondolunk arra, amikor megnézik és végigolvassák meg ennek a kiváló, csodálatos családnak, ennek a familiának, amelyik tulajdonképpen a római patriciusok leszármazottjaként tekintik magukat, akik azt hiszem a magyar történet és a hadtörténet talán nem azt mondom, hogy legnagyobb, de legnagyobbak között lévő szereplőiről beszélhetünk. És itt az az Rényi Miklós, aki nem csak mint hadászati, hadtörténeti munkákban forradalmiságot hajtott végre és gyakorlatban is a téli hadjárattal, amit nem ismertek azóta, és ilyen hadmozdulat 29 nap alatt 450-490 km megtéve leszik ki hit felgyújtásával, megteremtette az alapját annak, hogy a törököket, hogyha az osztrákok, ugye a másik pogány nem azt akarja, hogy a magyarokat itt tartják, hogy ugyan pórázol, mert nem bírtak velünk, hogyha ezt megtették volna a továbbiakban is. És itt szeretnék arra rátérni, hogy egy olyan kiváló történelmi személyiségünk és hazafink, aki nagyon széleskörű kapcsolatokkal rendelkezett a rajnai, a bajor, a velencei, a 14 elégtelős napkirállyal, ami, hogy így mondjam, most pozicionálisan egyből azt jelentette, hogy rendkívül nagy féltékenységgel, betartással és a talán azt mondhatnám a végzetének az előrehozott részét is képezték ezek a kapcsolatok. Kedves vendégeink, tisztelt ünneplők, városunk önkormányzata nevében nagy tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik himnuszunk születése a Magyar Kultúra napján megjelentek, velünk együtt ünnepelnek. A kultúra egy idős az emberiséggel, és illetve a kultúra az, ami az embert kiemeli a természetből, egy olyan komplex egész, egy olyan tudomány, amely hit, művészet, erkölcs, szokásjog, jog, és mindenre utal, ami egy emberi közösségben megtanulható, vagy amit az létrehoz, legyenek azok közös értékek, közös hiedelmek, közös szokások, viselkedések, akár termékek, ezeknek a rendszere, és nagyon fontos, hogy generációról generációra átöröklődik tanulás útján. Ugyanakkor a kultúra, ugye beszélhetünk egyetemes kultúráról, olyan elemeinek a kultúráról, olyan kultúrának olyan elemeiről, amely általános és az egész világra mondhatnám jellemző, de természetesen állandó mozgásban van a kultúra, és egyedi és meg is különböztet a többi kultúrától, hiszen éppen a kultúráknak a különbözősége az, ami a napjainkban is elég sok vitára ad okot, és amely megkülönbözteti egyik népet a másiktól, mondhatnám népcsoportokat, nemzeti sajátosságaik, vagy kultúrájuk, vagy nyelvek, nyelvük alapján. Ha azt mondjuk, hogy angol, francia, német, kínai, japán, mindenkinek van valamilyen elképzelése, rögtön asszociál
az illető nemzet, az illető kultúra legjellemzőbb vonásaira, amelyek a másiktól megkülönböztetik. Tehát el is érkeztünk a nemzeti kultúrához, mi is a nemzeti kultúra. Ennek meghatározó eleme a nyelv. Magyaroknál természetesen édes anyanyelvünk a magyar nyelv, és ehhez járul a közös múlt, a közös történelem, és az egy nemzethez való tartozás érzése. A magyar nemzeti kultúra egészen története, egészen az őstörténetig nyúlik vissza, és mint minden kultúrát, a magyart is jellemzi a hagyományőrzés, a megújítás és a történelmi múltnak a nagy korszakváltásai. Gondoljunk csak arra, hogy milyen kultúraváltások következtek be a népvándorlás idején, amikor egyik területről a másikra vándorolt a magyarság, és kapcsolatba kerültek különféle népekkel. És ez az út, ameddig el nem érkeztek a Kárpát-medencéig is, itt le nem telepettünk, vagy amikor Szent István a keresztény kultúra felvételét szorgalmazta az itt élő magyarságnál. Ez is egy nagyon komoly kultúraváltás volt, és ez azt jelenti, hogy sok mindenben változott a kultúra addigi szerkezete, megőrizték mindazt, ami hasznos és jó volt, és felvettek olyan új kultúrákat, integráltak olyan új kultúrákat, amelyek a nemzet továbbélését segítették. Tehát a magyar kultúra nagyon fontos része a világ kultúrájának, és mondhatjuk büszkén azt, hogy a magyar kultúra egyedi. Természetesen nem több és nem kevesebb, és nem nagyobb és nem különb, mint a többi nemzet kultúrája, pont ugyanannyit ér, mint a többi nemzeté. Számunkra viszont a legfontosabb. És olyan örökség, amely helyünket mutatja egyrészt a világban, másrészt jövőnket határozza meg, azonkat, és mutatja azon az úton, amelyen elindulni szeretnénk, hogy ahhoz a célhoz, amelyhez tartunk. Természetesen voltak olyan időszakok, amikor nem volt ildomos a magyarság vállalása. Voltak olyanok is, amikor túl sok magyarkodás volt a divat. Mondhatjuk, hogy olyan rendszerben, olyan korban élünk most, amely kor nem tagadja az értékeinket, arra építve, és a Kárpát-medence egész lakosságában gondolkodva, ezt összefogva egy nemzetként képzeli el a jövőt, és természetes, hogy mindig lesznek, vannak most is olyanok, akik ezt másképp képzelik el, akiknek számára mindez érthetetlen, megmagyarázhatatlan, és nem tükrözi a kor általuk felvázolt liberális szellemét. Tisztelt ünneplők, tisztelt hölgyeim és uraim! 1823. január 22-én Kölcsey Ferenc a himnusz első sorában Isten áldását kérte a magyarokra. Voltak időszakok, amikor ennek az első szavát is megkérdőjelezték, vagy szerették volna megváltoztatni. Most inkább talán az a helyzet, hogy lesznek olyanok, akik föl emlegetik, hogy miért csak a magyarokra, meg mi ez, hogy csak a magyart, vagy áld meg a magyart. És szeretném, hogyha idáig azért nem jutnánk el, és abban is bízom, hogy az első, aki ezt a kérdést fölteszi, az nem magyar lesz. Bár ez sem kizárt. Kodály Zoltán szavai szerint a kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra nem szerzi meg magának. Csak az a miénk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk. Nem véletlen, hogy éppen a nemzeti himnusz az, amely megszületése óta a magyar kultúra ünnepévé vált. Természetesen ehhez kellett egy döntés is. A magyar sors történelmünk viharos évszázadai sejlenek fel a himnuszban, és visszatükrözi a velünk együtt élő kultúrát és történelmünk kultúráját is. És Szent István királyt említettem, 1000 esztendővel ezelőtt sorsfordító döntéssel keresztény Európa irányába jelölte ki a magyarság útját, és annyi balszerencse közt oly sok viszály után itt vagyunk és építjük magunkat, és befogadjuk Európa
és a világ kultúráját, megoszthatjuk a megosztható tudásunkat a világgal. Úgy érzem, hogy bőven van mire büszkének lennünk, hiszen számos honfitársunk, számos kitűnő tudományos értékkel, művészi értékkel ajándékozta meg a világot, amelyre büszke lehet a magyarság. És a mi feladatunk, hogy ezt a ránk hagyott kulturális örökséget továbbadjuk az utánunk következő nemzetéknek. Engedjék meg, hogy befejezésül még egyszer megköszönjem a lelkesen dolgozó, elhivatott embereknek, akik bizony a változó, vagy nem éppen ideális, nehéz körülmények között fontosnak tartják az értékek létrehozását, az értékek ápolását és azok megőrzését. Köszönet ezért a művelődés és a kultúra területén dolgozó minden munkásnak, hétköznapi munkásoknak, és köszönet a támogatóknak, a szponzoroknak, a művészeti kulturális csoportok vezetőinek, a települési értéktárnak, értéktár bizottságának, és még egyszer megköszönöm munkájukat, és továbbra is kérem mindazok anyagi és erkölcsi támogatását, akik magyar kultúra megőrzését, gazdagítását tevőlegesen vagy anyagiakkal segítették, és támogatják továbbiakban is. És köszönöm Önök türelmét, mindannyiunknak nagyon kellemes estét, kellemes szórakozást és beszélgetést kívánok utána. Köszönöm, hogy meghallgattam. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon sok ember szívén viseli a sorsát a magyar kultúra megőrzésének és építésének, úgyhogy nagyon hálás szívvel ülök le ebbe a székbe. A magyar kultúrának egyik nagyon széles szelete a költészet, úgyhogy ebből a szempontból szerencsénk van, mert költőink sora és a költemények sora is szinte végtelen. Úgyhogy elég nehéz átfogó képet adni a magyar költészetről, én megpróbálnám. Szeretném, hogyha örömmel és szeretettel és nyitott szívvel fogadnák ezeket a verseket nagy költőinktől, amik életről, haláról, szerelemről, magyarságról és hitről szólnak. Karácsot, álmot, s mindenféle jót.
fogsz játszani, boldog szerető. Szélen sírás, cifra, temető. Akarsz-e élni, élni, mint rökkön, játékban élj meg, valóra vált. Virágok közt feküdni lenn a földön, s akarsz-e, akarsz-e játszani halált? S akarsz-e, akarsz-e játszani halált? Akarsz-e játszani halált? Párizsba tegnap beszökött az ősz, Szent Mihály útján suhant mesztelen. Kánikulában a lombok alatt s találkozott velem. Ballagtam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedaluk. Füstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok. Elért az ősz és súgott valamit, Szent Mihály útja beleremegett. Zümzüm röpködtek végig az úton, tréfás falevelek. Egy perc a nyárnak sem hőkölt belé, s Párizsból az ősz kacagba szaladt. Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán, nyögő lombok alatt. Egy perc a nyár meg sem hőkölt belé, s Párizsból az ősz kacagba szaladt. Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán, nyögő lombok alatt. Nyögő nyögőlombok alatt. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felköpnek, áldott földre elfödnek. Családhozó fűterem, könyörű szép szívemen. Könyörű szép szívemen. Se Istenem, se hazám, se bölcsőm.
se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. Húsz esztendőm hatalom, húsz esztendőm eladom. Húsz esztendőm eladom. Hát az ördög veszi meg, tiszta szívvel betölök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkönnek, áldott földre elfődnek. Családozó fűterem, gyönyörű szép szívemen. Elfognak és felkönnek, áldott földdel elfödnek, családozó fűterem, gyönyörű szép szívemen. Kézlem áztam, álló Istenem, lenézett rám és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értelem, hogy lesz még erő lábra állni bennem. Lesz még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hangban. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyod magamra. Úgy van velem, hogy itt hagyod magamra. Gyönge testem, de én a párom, mosolyogva várom. De én velem, a hűség van jelen, az üres űrben tántorgó világon. Az üres űrben tántorgó világon. Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot, a világot. És én megkerültem érte, ó, az Isten itt állt a hátam mögött. És én megkerültem érte, és én megkerültem érte a világot. És én megkerültem érte a világot. Thank you.
Száncsattogás üti meg fülemet, mire szemem megint kinyitom, milyen madár volt, már nem tudom. Szele hangja megcsap hasztalan, mire hátnám már csak hűtelje van. Szellem csapat üldöz engemet, titkom meg csípkedi ütkemet, megrántja a kabátok szárnyait, mire hátra nézek, eltűnik. Oh, megyünk az űzbe, virogva, sírva, kelgetőzve. Két lankat szárnyúj a madár, két lankat szárnyúj a madár. Új rablói vannak a nyárnak, csattognak az új híjas szárnyak. Dúlnak a csókos ütközetek, dúlnak a csókos ütközetek. Szállunk a nyárból, űzve szállunk, valahol az űzben megállunk. Fölborzolt tollal szerelmesek, fölborzolt tollal szerelmesek. Egymás húsába beletépünk, és lehullunk az őszi havaron, és lehullunk az őszi havaron. Szállunk a nyárból, űzve szállunk,
valahol az űzben megállunk. Fölborzolt tollal szerelmesen, fölborzolt tollal szerelmesen. Ez az utolsó vászunk nékünk, egymás húsába beletépünk, s lehullunk az őszi javaron, s lehullunk az őszi javaron. Egymás húsába beletépünk, s lehullunk az őszi avaron, s lehullunk az őszi avaron.